Ismét megrendezte a pécsi Fordán Táncklub a nagy hagyományokkal rendelkező fél év záró gáláját. Az első részt az Európa-bajnok Elysium felnőtt női formációs csapata nyitotta, akik közül többen már asszisztensként dolgoznak a klubnál. Én 12 éve kezdtem el rokizni itt a Fordánban. Azóta is igazából folyamatosan tart, és most idén kezdtem el asszisztensként segítkezni az oktatók mellett, és most már három csapat mellett segítek neki. Úgyhogy kicsit sokasodtak a feladatok, illetve a rendezői gárdába is bekerültem most már. Úgyhogy a magyar bajnokságot tavaly novemberben már segítettem én is szervezni, így az adminisztrációban és hasonlókban. Nem nagy feladatok, de azért valahogy mégis sikerült így belekerülni. A fél év záró táncgála két részből állt, melyen összesen 310 táncos 41 produkcióval mutatkozott be. A pécsieken kívül pécsváradi, bói és szajki csoportok is felléptek. Három csapatnál és egy párosnál asszisztensként segítkezek, Viktor mellett és Görbe Anita mellett. Táncokat gyakorolunk, bármiben, amiben kérdésük van a kicsiknek, hozzánk bármikor fordulhatnak. Nagyon szeretem csinálni, örülök, hogy kiválasztottak engem is asszisztensnek. A bemutató fontos erőfelmérő volt a márciusban induló bajnokságok előtt, de voltak olyanok is, akik első alkalommal léptek közönség elé. Vannak olyan kezdőink, akik még azért kicsikét törékenyek, hiszen szeptember-októberben iratkoztak be, és ugye most szerepelnek először vagy másodszor, tehát nekik egy nagyon jó bemutatkozási lehetőség azért ez az Alóberdezső sportcsarnok impozáns, és ilyen színpadi körülmények között azért ritkán szerepelhetnek ezek a táncosok. Ilyenkor elhívhatják szülőket, barátokat, ismerősöket, és tényleg méltó körülmények között tudják előadni a produkciókat. A legifjabbak a manótornászok voltak, akik nagyrészt a 4-5 éves korosztályt képviselték. A színes tánckavalkádban mindenki megtalálhatta a számára legkedvesebb táncműfajt, vagy éppen tánccsoportot. A műsorszámok a pécsi Fordán Táncklub 18 oktatójának, edzőjének és asszisztensének munkáját dicsérik.